Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő áldott szent fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Lelkünk épülésére és hitünk erősítésére, hallgassátok meg testvérek a Szentírásból Isten igéjét. Úgy, amint megvan írva, a Lukács írása szerinti Szent Evangélium, 10. részében, a 25-től 37-ig terjedő versekben. Amíg az igét felolvasom, foglaljunk helyet. Nyissuk meg szívünket Isten írott és szent igéje előtt, és hallgassuk az igét. A Lukács írása szerinti Szent Evangélium 10. részéből, 25-től 37-ig terjedő versekből eképpen. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett. Akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővett 2 dénárt, odadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek?
Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Isten áldása legyen az ő igéinek hallgatásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei kegyelmes atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálaadással köszönjük neked, hogy a te igéddel szólsz hozzánk minden nap, és tanítasz bennünket arra, hogy ebben a rohanó világban hogyan is éljünk, hogyan is legyünk olyan emberek, akik követünk téged, akik az igazság útján járunk. Köszönjük, Istenünk, hogy az élet minden helyzetére van válasz, van felelet, útmutatás a te szent írásodban, és köszönjük, hogy ma arra hívott fel a figyelmünket, hogy irgalmasságot cselekedjünk, gyakoroljuk az ember szeretetet, mutassuk meg a te irántad való szeretetet abban, hogy irgalmasak vagyunk. Istenünk, köszönjük az igét, amit elkészítettél, amit a szívünkre akarsz helyezni. Arra kérünk téged, áld meg Isten tiszteletünket, nyisd meg a szívünket, és engedd, hogy ne csak halljuk a te üzenetedet, hanem hogy befogadjuk, és megcselekedjük azt. Amen. Amen. Istennek az az igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom néktek, testvéreim. Megvan írva a Máté írása szerinti Szent Evangélium 5. részében, a 7. versben, a következőképpen. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban azt olvassuk az igében, ezt mondja az Úr Jézus, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Mi is az az irgalmasság? Kedves testvéreim, a hosszabb ige szakaszból, a Lukács evangéliumából az irgalmas samaritánus története szólal meg, és Isten ezt a történetet akarja ma feleleveníteni előttünk és a szívünkre helyezni. Ez a történet, ez a jézusi példázat a legismertebb bibliai igék részek közé tartozik. Mi is nagyon sokszor olvastuk már, hallottunk róla ige hirdetést, azonban hadd szóljon hozzánk ma megint ez az ige. Ennek az igének a kapcsán néhány olyan fontos igazságot szeretnék Isten szent lelke segítségével megfogalmazni,
ami Jézus tanításából következik, és számunkra nagyon tanulságos lehet. Az első, hogy az irgalmasság jellegzetesen Isten tulajdonsága. Amikor Istenről olvasunk a Szentírásban, amikor kijelenti magát, akkor rendszerint úgy találkozunk vele a Szentírás lapjain, mint irgalmas Istennel. Isten, irgalmas Isten. De kit nevezünk irgalmasnak? Tevődik fel a kérdés. Ki az az irgalmas? Hát az, aki másokon segít. Válaszoljuk egyértelműen. Kedves testvérek, ezt azonban ki kellene egészíteni, ezt a megfogalmazást. Legalább azzal, hogy az az irgalmas, aki érdek nélkül segít a másikon. Érdek nélkül. Irgalmas az, aki nem úgy bánik a másikkal, ahogy a másik megérdemelné, hanem sokkal jobban. Mit is olvasunk a 103. Zsoltárban? Azt mondja a Zsoltáros, nem bűneink szerint cselekszik velünk, tudnélik Isten, és nem fizet a mi álnokságaink szerint. Vagyis Isten nem azt adja nekünk, amit érdemlünk, nem úgy cselekszik, nem úgy bánik velünk, ahogy érdemeljük, hanem sokkal, sokkal jobban. A Mikeás könyvében, a végén, a Mikeás könyvének pedig arról olvasunk, arról számol be az ige, hogy Isten abban leli a kedvét, hogy ő irgalmas. Így olvassuk, újra irgalmas hozzánk az Úr. Eltapossa bűneinket, és a tenger mélyére veti minden vétkünket. Isten, irgalmas Isten. Az Úr Jézus Krisztusról is többször olvassuk, hogy ő irgalmasságot gyakorolt. Többször olvassuk róla, hogy végignézett a sokaságon, és a sokaság között, a sokaságban meglátta, észrevette azokat az embereket, akik rászorulnak az irgalmasságra, megszánta őket, és könyörületességre indult rajtuk. Ezek az igék, ha megvizsgáljuk az eredeti szövegét a Szentírásnak, akkor mindig azt a szót, azt a kifejezést tartalmazzák, amely az irgalmasságot jelzi. Ezek a bibliai példák. De sajnos mi egy olyan világban élünk, ahol egyre kevésbé kezd mértékké válni a Biblia. Egyre kevesebb embernek zsinór mértéke a Szentírás. A bibliai jó példákat nagyon sokan nem követik, és manapság egyre több irgalmatlan ember van körülöttünk, világunkban, környezetünkben. Valahol ott kezdődött az irgalmatlanság története, amikor Kain agyonütötte édes testvérét Ábelt, és ez az irgalmatlanság azóta csak növekszik a földön. Ma már nem csak haszonvágyból, hatalomvágyból, bosszúból irgalmatlan az ember, hanem kezd elterjedni az irgalmatlanságnak egy teljesen más formája, amikor öncélúan, haszon nélkül is kegyetlenkedik az ember. És egyre több és több módot talál arra, hogy irgalmatlan legyen. Napról napra hallunk olyan híreket a médiából, hogy emberek valamilyen indítatásból más emberek életére törnek. Tele van a világ álmokfutókkal, terroristákkal. Emberek egyszerűen csak úgy belehajtanak egy-egy tömegbe, vagy felrobbantják magukat valamilyen vélt eszméért, célért, vagy csak úgy egyszerűen, és elveszik mások életét.
amikor ilyen eseményekről hallunk, ilyen híradásokkal találkozunk, akkor mindig megdöbbenünk, megrendülünk, és mélyen elítéljük ezeket az embereket, a cselekedeteiket. De kedves testvérek, az ige arra indít bennünket, hogy elsősorban most foglalkozzunk saját magunkkal. Önmagunkat vizsgáljuk meg. És ha önmagunkat megvizsgáljuk Isten előtt állva, akkor arra kell rádöbbenjünk, hogy nagyon sokszor mi is tudunk irgalmatlanok lenni. És különösen szomorú az, hogy sokszor a hozzánk legközelebb állókkal tudunk irgalmatlanok lenni. Ők vannak leginkább kiszolgáltatva a mi irgalmatlanságunknak. Irgalmatlanok tudunk lenni például a családunk tagjaival, a gyermekeinkkel, akiktől elraboljuk az időt, amikor a fejlődésük legfontosabb szakaszában magukra hagyjuk őket a gondjaikkal, a problémájukkal, mert úgy gondoljuk, hogy abban az időszakban van egy fontosabb cél, amit el kell érni, és ha elérjük, akkor lesz boldog a családunk. De a gyermekkornak vége szakad, és mi sok mindent veszítünk. Vagy irgalmatlanok tudunk lenni az öregeinkkel, amikor nem adjuk meg a kellő tiszteletet, amikor a rohanó világban, a rohanásunkban nem jut idő egymásra. Valahol ott van a szívünk mélyén a kegyetlenség, az irgalmatlanság, és ez sokszor megjelenik. Kedves testvéreim, Jézus tanítása szerint az irgalmasságnak egyetlen egy feltétele van. Az, hogy a másiknak, a másik embernek szüksége van rám. Szüksége van az irgalmasságra. Ki az a másik? Kit érdekel? Kérdezi sokszor az ember, vagy ha nem is ad ennek hangot, de gondolja, miért ez az én feladatom, miért én törődjek vele? Aki valóban Krisztus követője, az nem szabad, hogy így gondolkozzon. Ő soha nem gondolkodott így. Aki valóban irgalmas lelkülettel él, az soha nem kérdezi, hogy ki az a másik, hanem azt kérdezi, mire van szüksége. Mire van szüksége annak, aki most bajban van? És az a kérdés, tudok-e segíteni? Tudok-e adni, vagy nem? Azonnal tudok-e adni? Van-e erre azonnal lehetőségem? Mit kell tennem annak érdekében, hogy segíthessek? Ezzel szemben sokszor még a keresztény ember is, ha segítséget kérnek tőle, mielőtt segítene, azt szokta kérdezni. De hát kiről is van szó? Ismerem egyáltalán? Vagyis adott esetben kész vagyok irgalmas lenni, ha megéri. Ha rokonszenves az illető, vagy ha valamilyen viszonzást várhatok. Jézus azt tanítja, egyáltalán nem lehet szempont, hogy kinek kell segíteni, hanem inkább, hogy mivel segíthetek. Mivel lehet segíteni? És ha az ellenségemről van szó, tevődik fel a kérdés. És ez volt a kérdés. A Jézus idejében, és sokszor ez a kérdés bennünk is, pontosan ezért hangzik el ez a példázat az Úr Jézus szájából azok felé, akik, ahogy olvastuk az igében, kísérteni akarták őt. A samáriaiak
és a zsidók ellenségek voltak. Hosszú-hosszú ideig éltek egymás mellett, és nagyon ellenséges viszony volt közöttük. És most ebben a történetben itt van egy félholtra vert ember, aki minden valószínűség szerint zsidó, hiszen Jeruzsálemből tart Jerikó felé, és arra jön több ember, elkerüli, de arra jön egy samáriai. Mit csinál ez a samáriai? Ő is elkerüli? Talán kigúnyolja, talán belerúg, talán örül annak, hogy végre megkapták a magukét? Nem. Ő nem ezt teszi. Irgalmasságot cselekszik. Irgalmasságot cselekszik. Valamiért, valamilyen indítatásból nem az a szempont a számára, hogy ki szorul segítségre. Nem az illető személye, hanem az a szempont, hogy segítenem kell. Ez az én kötelességem. Ez az én feladatom. Én láttam meg a bajba jutottat. Én láttam meg a bajt. Amit csak lehet, meg kell tennem. Érte? Így gondolkodik. Kedves testvérek, ez az irgalmas lelkület. Nem a másikra várok, nem tovább megyek, hanem ha meglátom, hogy baj van, akkor segítenem kell. És a harmadik dolog, hogy az irgalmasság mindig felülről indul, és belülről fogalmazódik meg az emberben. De nem csak megfogalmazódik, hanem kiindul az emberből. Belülről indul el, az ember szívéből, de gyakorlati, kézzel fogható cselekedetekben megnyilvánul. Az ember szíve mozdul meg először, de utána meg kell, hogy mozduljon az embernek a keze is, a lába is, és tényleges segítség lesz a szándékból. Nagyon sokszor történik meg az, kedves testvéreim, hogy valakinek megesik a szíve a másiknak a baján, nyomorúságán, de valamiért nem segít. Vannak magyarázatok, biztos volt ennek a példázatbeli papnak is, meg lévitának is sok-sok magyarázata, de ha a történet végét nézzük, akkor irgalmasságot csak az gyakorolt, aki segített az emberen. Nem akinek jó magyarázatai voltak. Aki csak magyarázkodott, az irgalmatlan ember volt. És talán még súlyosabb a bűne az ilyen embernek. Mert tudott a bajról, de nem segített. Mit olvasunk a Szentírásban? Azt mondja az ige, aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Ezt mondja a Szentírás. Az üres szándék, a puszta jó indulat, az még nem irgalmasság. Ugyanígy szegényes, hiányos dolog, amikor valaki mozdul és cselekszik, de nincs szívbeli indítatása. Nem azért cselekszik, mert a szíve indítja. Nincs őszinte együttérzés, nincs benne szeretet. Sokszor még a családunk tagjaival is tudunk így cselekedni, jót tenni, hogy belülről nem igazán van szeretet. Megszoktuk, belefásultunk,
Ilyen az élet. El kell egymást viselni. És ezért megteszem, amit kell, legyen mit ennie, ne fázzon télen, de semmi több. Nem szeretetből, nem belső indítatásból. És azt is látnunk kell, testvérek, hogy az irgalmasságnak a célja mindig vízszintes, de az oka függőleges. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a célja az, hogy segítsek valakin, aki itt van ebben a világban, aki itt van ezen a földön, és aki bajban van. De annak az irgalmasságnak, amiről Jézus beszél, az oka mindig az, hogy mérhetetlen hálás vagyok Istennek. Hálás vagyok Istennek, mert tőle előbb kaptam irgalmasságot. Onnan tudom, hogy milyen az irgalmasság, ha tudom, hogy ő előbb irgalmas volt hozzám. Ha én ezt felismerem, sok mindent kaptam tőle, amit biztos, hogy nem érdemlek. Sok mindent adott, amit nem is kértem, mert nem is tudtam, hogy vannak olyan értékek, de ő adja. Ő adta, és ő adja a hívő embernek. Az indíték tehát, az irgalmasság indítéka mindig onnan felülről való. Ezt azért fontos tudnunk, mert az igazi irgalmasság soha nem azért történik, mert érdemeket akar valaki szerezni. Jó akar lenni Isten előtt, vagy esetleg mások előtt. Az irgalmasság több ennél. Nem számításból, nem azért, mert vár érte viszonzást vagy jutalmat. Az irgalmasság nem üzlet, nem üzleti vállalkozás, hanem arról szól, hogy kaptam valamit, és ezt a valamit tovább akarom adni másoknak. A nyitott kezembe beletett Isten, és én nem szorítom össze, hanem az én kezem nyitva van. Az én szeretetem nyitva van. Tovább sugárzom Isten szeretetét. De azt is látnunk kell, és szembesülnünk kell vele, tisztában kell, hogy legyünk vele, hogy az irgalmasság veszélyes is lehet. Veszélyes is lehet a számunkra. Meg lehet sérülni a gyakorlása közben. Nagyon rá lehet fizetni, sőt, bele is lehet halni. Ezt az Úr Jézus példáján látjuk. Hiszen ő azért, mert irgalmas volt hozzánk, mert a mi bűneinket magára vette, ő belehalt a Golgotai kereszten ebbe az irgalmasságba. Miközben valakin segítek, esetleg lemaradhatok a versenyben. Vagy lemaradhatok a munkában, az előmenetelben, a karrier építésemet. Ez nagyon hátrányosan érintheti a másokon való segítség. Egyáltalán nem véletlen, hogy többen elkerülték Jézus példázatában ezt a félhortra vert embert. Talán még ott vannak a rablók, akik kifosztották, összeverték. Vajon már elmentek, eltávoztak, vagy itt vannak a közelben, és alig várják, hogy valaki megálljon mellette? Talán én leszek a következő áldozat? Még csak ez hiányzik, hogy valami bajom essék. Kinek jó az, hogy másokért verjenek össze, raboljanak ki, hogy valamit veszítsek, azért, mert én máson segítek, mert másfelé az irgalmasságot gyakorlom.
Ilyenkor mindig vannak magyarázatok, mindig tudjuk magunkat mentegetni. De ez a samáriai vállalta a kockázatot. Vállalta a kockázatot. Veszélyes, de mindennél fontosabb küldetés, hogy aki bajban van, azon segítsek. Ő így gondolkodott. És ha miatta kerülök én is bajba, hogy mondani szoktuk, ez is benne van a pakliban. De ezt vállalni kell nekünk keresztényeknek. Jézus Krisztusért. Jézus Krisztus példájáért. Ő vállalt bennünket. Ő felvállalt bennünket. És tudta, hogy mi vár rá. Tisztában volt vele. De vállalt bennünket. Ez az, amit nagyon sokan nem vállalnak. Előre kiszámítható, hogy egy-egy irgalmas cselekedet áldozatokkal jár, de az áldozatot sokan nem akarják meghozni, mert csak a mában gondolkodnak. Csak az orrukig látnak. Nem tudnak hinni abban, amit Isten kijelentett, amit Isten megnyitott, aminek Isten az örökösévé tett. Nem akarunk sokszor semmit feláldozni az irgalmas Istenért, a magunkéból. Kedves testvérek, Isten azonban sokkal többet akar nekünk adni. De ezt a többet csak úgy kaphatjuk meg, ha mi a Krisztus példája szerint élünk, ha az ő követői leszünk. Csak így kaphatunk örök életet, üdvösséget. Jézus követendő példát adott elénk. Ez az ő útja. Az irgalmasság az ő útja, és aki őt követni akarja, az ezen az úton is kell, hogy őt kövesse. Amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta. Odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha majd visszatérek, megfizetem, ha többet költöttél rá. Ez az irgalmasság. Ezt a példát adja elénk az Úr Jézus. Ezt kell nekünk követnünk. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Ez az, ami a mi ígéretünk, ami jövőnkről szól, nem a jelenünkről, a jövőnkről. Az irgalmasok irgalmasságot nyernek. Legyünk irgalmasok. Gyakoroljuk az irgalmasságot. Mert ez a mi útunk, ez a jövőnk, és ez a megmaradásunk. Amen. Thank you.
Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked a te igédet, hogy a te igéden keresztül meg akarod jobbítani az életünket, és követendő példát adsz elénk. Köszönjük, hogy a te igéd megvizsgál bennünket, és köszönjük, hogy előhozod azt, hogy sokszor az irgalmasság hibázik az életünkben. Sokszor nem vagyunk irgalmasak. Nem vagyunk irgalmasak azokkal, akiket nem ismerünk. Mert azt mondjuk, nem az én ügyem, nem kell vele foglalkozni. Van nekem elég bajom. Sokszor vagyunk önzőek. Mi szeretnénk, hogy mások segítsenek, ha szükség van. Mi szeretnénk, ha te segítenél, ha szükség van, de mi nem akarunk. Istenünk, változtass meg bennünket. Engedd, hogy mindig a te egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztus legyen a mi példánk, aki irgalmasságot cselekedett a sok-sok millió, milliárd emberrel, akiket lehet, hogy személyesen, mint ember nem ismert, de akik számára elhozta az üdvösséget. Urunk, megvalljuk azt is előtted, hogy nem tudunk irgalmasságot gyakorolni sokszor azokkal sem, akiket ismerünk. És pontosan azért, mert ismerjük őket. Tudjuk a hibáikat, nyomorúságaikat. Vagy esetleg tisztában vagyunk azzal, hogy ők nem segíthetnek vissza, mert erre képtelenek, kiszolgáltatottak. Istenünk, engedd, hogy amikor ilyen következtetése jutunk, akkor mindig rádöbbenjünk arra, hogy nekünk mennyi hibánk van. És ha ez sikerül eltitkolni az emberek elől, előled nem lehet. Mert te belelátsz a szívünkbe, és ismersz bennünket. Te vagy a szívek és vesék vizsgálója. És előled nem lehet elrejteni a mi bűneinket, a mi gyarlóságainkat, és te mégis kész vagy arra, hogy irgalmasságot gyakorolj. Engedd, hogy arra indítson ez bennünket, hogy mi se legyünk személyválogatóak. Hogy szeressük azokat, akik a közelünkben vannak. Hogy mindent tegyünk meg, addig, amíg meg lehet tennünk. Istenünk, engedd, hogy ebben a világban, amelyben kezd úrrá lenni az irgalmatlanság, egyre több olyan ember legyen, aki követ téged, aki befogadja a te igédet, aki a te parancsolataid szerint él, aki veled élő közösségben van. És hogy ezek az emberek, mi, akiket elhívtál, gyakoroljuk az irgalmasságot. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem az adakozás lehetőségét, szolgálatát. Tudva az igét, jobb adni, mint kapni. Hirdetem, hogy egy család Isten dicsőségére 1000 üvenyt adományozott. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon.
Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a jövő hét evangelizációs hét lesz a gyülekezetünkben. Hétfőtől péntekig minden este evangelizációs alkalmakat fogunk tartani, este 5 órai kezdettel. Dénes Elemér, huszti beosztott lelkész testvérünk fogja hirdetni az Isten igéjét egész héten. Ő evangelizál. Szeretettel hívjuk, várjuk a gyülekezet minden tagját ezekre az esti alkalmakra. Hirdetem, hogyha Isten éltet bennünket, jövő vasárnap, advent első vasárnapja lesz. Az Isten tiszteletünket a megszokott időben 10 órai kezdettel fogjuk tartani. Isten áldása legyen a gyülekezeten. Énekeljük testvérek hitvalló énekünket. Ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon néked békességet. Amen.